Édenkertünk Írországban. Hatodik rész. Szerelmi körhinta. Magyar hangok. Kökényesi Ágnes, Zámbori Soma. Besenyei Emma, Mihályi Győző. Herman Lilla, Pekár Adrien, Schmidt Regina. Írta Jürgen Werner. Jó, oké. Semmi baj, Ryan. Anya meggyógyul, ne izgulj miatta, oké? Add ide azt a takarót. Jó, remek. Oké, bármelyik pillanatban jöhetnek. Rendezte Carola Méder. Nyugodtan, Sophie. Csak nyugodtan. Mindjárt itt vannak. Jó. Túléled. Hallod? Minden rendben lesz. Ryan, nézd! Figyelj, maradj a mamával. Mindjárt jövök, oké? Oké! Martin, te jöttél? Ne is kérdezz semmit, kérlek! Anya! És most? Vedd a tömlőt, két pumpálás. Jó. És utána ütemes szívmasszázs. Jó. Nyugodtan mehet gyorsabban. Egyenletesen. Gyerünk, Sophie! Hallasz engem? Sophie! Hallasz? Jó, magához tért, jó van. Sophie, hála Istennek! Anya! Hogyan történt? Szúrni kezdett a szíve, és aztán összeesett. És a tabletták? Otthon vannak. Hát, jó helyen vannak. Julian megkérdezte, hozzámennék-e? És válasz helyett inkább összeestél. Én csak időt akartam nyerni. Óvatosan, mert csúszik. Martin, bemegyek vele a kórházba. Tedd meg, hogy vigyázzon rá erre. Jó, hazaviszem hozzánk. Gyere ide, nagyfiú. Figyelj, megyek anyával. Te maradj Martinnal, jó? Később érted megyek, oké? Okay? Hazajössz velem, jó? Johan? Igen? Kíváncsi vagyok a válaszra. Én is.
meg fog halni. Úgy, mint a papa. Nem. A mamád nem hal meg. 2-3 napig kórházban lesz, aztán majd hazajön hozzád. Jó? Engedd a zenét a testedbe. Érezned kell az erőt, érezned kell a szenvedélyt. Jaj, ne légy már ilyen merev és szerencsétlen. Nekem ez nem megy. Ezért kell megtanulnod. Ma este rögbi van a tévében, és találkozunk a pubban. Az írek 1875 óta játsszák a rögbit, és pár évig még biztosan játszani fogják. Tangót is táncolnak pár éve. De nem Balimarában. Egy olyan férfinak, mint te, Lucius, a véredben van a tangó. Orvos vagyok, tudom, mi a jó nekem, és a tangón nincs a listámon. Viszont a sör meg a zsíros ételek, igen? Lucius, táncolni egészséges a lelkednek, és a kapcsolatunknak is jó. Ennyit csak megér neked, Próbám van. Ma este találkozunk. Tessék. Jó étvágyat. Ha szaladsz, érzed a szívdobogásodat? Mindig ver, éjjel-nappal, nem is gondolsz rá. A mamád szíve néha megfeledkezik róla. Ezt hívják szívritmus zavarnak. Miért? Hogy miért? Képzelj el egy vezetéket, amit egy lámpa kibe kapcsol, és egyszer csak már nem működik a vezeték, mert te megijedsz. És a lámpa csak pislog, és a szíved nem tudja, hogy mit tegyen. Mint anyánál. Pontosan. És mert rég nem fordult már elő, elfelejtette beszedni a gyógyszert, ami azonnal segített volna. De mi ketten és Juhen bácsi, eztán vigyázzunk, hogy ne forduljon elő többé. Rendben? Rendben. Ezt vigye csak el. Köszönöm, viszontlát. Viszlát. Reggelt! Jó reggelt, Patrick! Jó reggelt! Ó, te is elmész? Hát akkor az utcán is megölelhetnék akárkit, hogy megfertőzzön. Azok, akik táncolni tudnak, sikeresek a nőknél. Aha. Tegnap zárva voltál, a héten harmadszor. Igen, sokszor vagyok távol. Dr. Daneges Stratfordban? Van. Egy újfajta Darjeelingem. 3 óra oda, 3 vissza, és legalább 1 a váróban. Hogy azt mondja neked, csak képzelőt. Nem mondja. Ismerem az asszisztensét. Lucius és Dr. Winter legalább komolyan veszi a félelmeid. Ők sem mindig. De gyakrabban, mint ő. Hiányzunk neked, és te is hiányzol nekünk. Mi van veled, Patrick? Szóval, milyen teát kérsz? Az új Darjeelinget. Azt hittem, barátok vagyunk. €3,60. Tudod, mi vagy te? Egy fafejű ír!
Nem vagyok fafejű. Én csak egy... Csak egy... Ne, menjetek innen, menjetek félre. A fenébe. Hozz egy konyharuhát. Jó. Szára, beteszlek a kocsiba, jó? Mindjárt itt vagyok. Jó. Ma délután főpróba a templomban, ne felejtsd el. Dehogy is, pontos leszek. Talán jó reggelt. Jó reggelt! Köszi. Ma Lucius lesz a rendelőben, csak pár beteghez megyek ki. Uh-huh. Itt meg mi történt? Erin kiöntötte a tejet. Miért nem maradtál még ágyban? Sarah felébredt. Meg kell tanulnia, hogy nem ugrasz a legkisebb mozdulatra, igaz? Add ide, mert megint felsír. Azért egy kicsit jobban is bízhatnál bennem. Már van három lányom. És ezért te tudod, hogy kell, én pedig nem. Mi bajod van? Igyekszem jó anya lenni, és jó lenne, ha megerősítenél, és nem kritizálnál folyton. Nelly! Jó kutya! Újság! Köszönöm. Annyira nem lehet rossz. Úgy nézek ki, mint egy tangó táncos. Rögbi rajongó vagyok. Mondd meg Katie-nek, hogy nincs kedved hozzá, és kész. Mit gondolsz, már megtettem. De ti nők, nem figyeltek oda, mit mondunk. Igen? Azt hittem, hogy a nem odafigyelés inkább férfi dolog. Néha azt kértem, mennyi van hátra az életemből. Na, fiúk, igen. Nincs még korán a reggeli söröcskéhez. Gyerekcsény, csodaragasztó. Tényleg jól ragad. Ma nem maradt ki semmi az életemből. Gyertek, lássuk, mit tehetek, értetek. Ahú, van itthon valaki? Hello! Levelet hoztam. Mit keresel itt ilyen korán? Hiányoztatok nekem. Köszönjük. Kapok egy kerítéket. Na, találjátok ki, mi van nekem? Egy levlap. És mi van rajta? Az Eiffel-torony elittől jött. És mit ér? Felolvasom. Hello, kedveseim. Párizs szuper, és a franciák, papa, ne figyelj ide. Nagyon édesek. Minden nap zongorázom, egyre jobb vagyok, és ez klassz. Sokat gondolok rátok, hiányoztok. Sok puszi, csók, Ellie. Nekem is hiányzik. Ellie-től. 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 Paula, vigyázz, megijeszted Sarah-t. Csak egy puszit akartam adni Ellie-től. Köszönöm. Semmi baj, kis cicám. És én nem kapok puszit? De. Fuss arra, túl keskeny. Jó anya! Hú, yeah. Hú.
Szia, Sophie! Martin! Szia, Ryan! Hello, Martin! Na, hogy érzed magad? Ne nézz így rám, jól vagyok. Nagy szerencséd volt. Ha Juan nem lett volna... Már halott lennék. Tudom. De végül nem lett baj, és nálam van a szívgyógyszerem. Hm? Ennek ellenére gondold meg a műtétet. A legutóbbi rosszul létem 3 éve volt. Most még kezelhető gyógyszerrel, de ez megváltozhat. Az apja még Ryan születés előtt meghalt. Csak én vagyok neki. Nem kockáztatok semmit, ha nem muszáj. Ryan! Indulás! Mi történt akkor? Én csak annyit tudok, hogy a férjed hirtelen eltűnt. Frank nem volt a férjem. Megkérdeztem, hogy elvenne-e, mert ő nem merte. Aztán aznap megtudtam, hogy terhes vagyok. El akartam mondani, de már a hajón volt. Akkoriban sokat volt távol. Hajó alkatrészeket árult végig a part mentén. Azt mondta, 3 nap múlva megjön. Gondoltam, majd meglepem vele. A hajó a nyílt tengeren sodródott. Nem volt viha, semmi, de Frank eltűnt. Soha többé nem láttam. Ki tudja? Talán még él valahol. Ryan, gyere! Viszlát, Martin. Viszlát. Találkozunk a templomban. Szia, Ryan. Ez meg mi? Egy tangó tanfolyam, amire ma este elmegyünk. Ne tedd ezt felemen, kérlek. Peter, a tangó szenvedély, szerelem. Úgy csinálsz, mintha agyagozásra hívnál. Nem igaz lehet Argentinában, de nem Balimarában. Csak le akarnak húzni néhány lelkes trampli parasztot. Trampli parasztot? Ne, nem rád gondoltam, csak azt mondom, hogy nem nekünk való. A kedvemért se? Mikor legyek és hol? Hagyd el. Majd találok valami trampli parasztot, aki táncol velem. Jaj, ne már, Anne. Elmegyek veled. Látni se akartak ott. Ha, jó. Ha nem, nem. Úgy is jó. Ha van itt egy trampli paraszt, az csak te vagy. Mi van már megint? Semmi. Bejönnek a zenére, és ide állnak. Közös ima, és elénekeljük a dalt, amit kiválasztottak. Beszélek a szeretetről és a házasságról, és megkérdem a jelenlevőket, anya! Hogy van-e valakinek kifogása a házasság ellen. És jön a döntő kérdés. Akarod-e, Sophie Megro? Mit akar? Mi van, drágám? Nézd! Sophie. Ez nem lehet. Te meghaltál. Sophie! Anya! Sophie! Megint a szíve? Nem. Most csak elájult. Sophie, hallasz engem? Martin meggyógyítja, ne félj. Felé. Elvesztetted az eszméletedet. Igen. Jól vagy? Igen.
Hogy teheted ezt Sophie-val? Tudod, minden keresztül miattad? Van fogalmad róla, te seggfej? Tűnj el az életünkből! Sophie, sajnálom. Miért csináltad ezt? Nem értem. Miért tűntél el? Magam sem értem. Nem lehet megbocsátani, amit tettem, de kérlek, bocsáss meg. Tűnj el! Menj vissza, honnan jöttél! Senki sem kíváncsi rád! Joan! Szedd össze magad, elég volt. Te vagy a papám. Frank, menj! Légy szíves! Menjünk vissza, és folytassuk talán. Marie, most nem alkalmas, én... Mi? Hogy jutott eszébe? Jó, azonnal. Mi történt? Paula elköltözött Mariehoz Abbey Islandre. Mi? Igen, azonnal ki kell mennem. Jó, megyek veled. Azt hiszem, jobb, ha egyedül beszélek vele. Mert miattam ment el? Nem fontos, ki a hibás. Akkor mi a fontos? Az, ahogyan együtt élünk. És most mindenkire gondolok. Mi az, hogy nem tudsz velem jönni? Beugrom a beteg kolléganőm helyett. Én úgy is tudok tangózni, ellentétben veled, de aztán igyekezz. Ebben biztos lehetsz. Nehogy elmenj a pubba, és utána bemesélt, hogy tangózni voltál, ezt nem teheted velem. Én? Soha. Hisz ismersz. Lucius. Tudom, hogy nagyon nem szívesen mész oda. De hidd el, hogy a végén nagyon örülsz majd. Semmi kedvem valakivel tangózni, aki majd elmeséli nekem közben, hogy itt viszket, meg ott fáj. Ne figyelj oda, a zenére koncentrálj. Kéti, kérlek. Te szereted a tangót, én meg a sört. Miért nem tudunk? Mert még hálás leszel nekem. Néha rád kell kényszeríteni a boldogságot. Az új szobámba. Nagyon szépek. De jól illenének a hintás kertbe is. Gyere velem. Tényleg jó ötletnek tartod, hogy nálam lakj. Ha nem kelek neked, megyek Elihez. Mérges vagy Erinre? Oké. Okay. De mi van apával? A nagyival, a papával? Nagyon hiányzol majd nekik. Nem gondolom. Paula, elfutni nem megoldás. Ezt megtanulhattad tőlem. Én nem futok el. Ha nem? Szeretnéd, ha hiányolnának. Paula, ez zsarolás. Tudod, mi az a zsarolás? Ilyet nem csinálunk azokkal, akiket szeretünk. Hola? Beárultál? Felhívtam őket, hogy ne aggódjanak miattad. Elárultál? Paula, ne rohanj el, ez egy sziget. Hola? Hola? Miért akarsz Marinál lakni? Mert otthon nem jó most. Eli Párizsban van, Mari itt, egyedül vagyok. Erin miatt, igaz? Már nem szeret. Aj, ez nem igaz. Dehogy nem. Tudod,
Ha megszületik egy baba, az nagyon különleges. Veled se volt másként. Nagyon féltékenyek voltunk rád, Eli meg én. Én rám? De mennyire? Póla itt, Póla ott. Erinnek mindez új. Adnunk kell egy kis időt neki. Mennyit? Azt nem tudom pontosan, de nem tart ez örökké. Tudod, én a helyedben inkább ott maradnék. Itt minden reggel 5-kor kellene kelned. Olyan korán? Különben nem érsz be időben a suliba. Hozom a bőröndömet. Bős döntés. Nem is akart elmenni. Csak megmutatni, hogy ő is itt van. Hát, Erint lefoglalja Sarah. Semmi másra nem figyel. És ott a munka a farmon. Newen esküvője, és. Mi történt vele? Talán a műtét az oka. Inkább attól féltem, hogy Sarah lesz traumás, de... Gondolod, hogy Erin nem tette túl magát rajta? Ez megmagyarázná a viselkedését. Apa, mindent elraktam, mehetünk! Remek! Mindjárt jövök, csillagom. Jaj, kicsikém, nem kell kiabálni. Itt van a gyógyszered. Gyere, gyere a mamához. Igen, nézz ide, mi van itt. Ez nagyon jót tesz. Pillanat, ne pityeregj, ne sírj, minden rendbe jön. Nyami. Igen. Ez fincsi, és jót tesz. Édesem, jól van, ne sírj. Hello, Lucius. De jó, hogy te is itt vagy. Igen. Bent találkozunk. Igen, menjetek előre. Hello, Lucius. Lucius. Katie-vel ti is jöttök tangózni. Csak én. Katie-nek be kell ugrania egy kolléganő helyett. És önként eljöttél? Katie... tud tangózni, és szeretné, ha majd együtt járnánk. Jaj, de utálom ezt az egészet. De eljöttél a kedvéért. Hát, ha kellene neked egy táncpartner... Úgy érted, hogy mi ketten? Volt valami panaszod mostanában? Nem, én... Mit akarsz ezzel? Orvos vagyok. Félsz, hogy minden tánclépésnél a doktort kell játszanod? Ó, a rendelőben mindenfélét látok. Nem akarok még tánc közben is erről beszélni. Ha beteg vagyok, Martinhoz megyek. Szóval nem fogok panaszkodni neked. Csak táncolunk. Anne, te vagy a megmentőm. Észrevetted, hogy már alig sír? Póla is elaludt. Milyen dolog, hogy Timothy átvitte Pólát a szigetre? Bármi baja lehetett volna. Ne aggódj már állandóan. A gyerek nem porcelán. Elesnek, felhorzsolják a térdüket, a sárban hemperegnek. Néha meg is eszik. Ezért nem kell pánikolni. Ez nem összehasonlítható. Sarah súlyos műtéten esett át. Tedd csak vissza nyugodtan. Ne mondd meg, hogy mit tegyek. Túlélte az operációt, ennek ellenére fel kell még dolgoznia. És neked is. Erin, ne zárj ki engem. Senki nem zár ki. De igen, nem hagyod, hogy segítsünk se a házban, se a farmon, se Sarahnál. Normál életet akarok élni, mint anya. Te mondtad, hogy Sarah nincs porcelánból. Hát én se vagyok.
És egy, két, hár, négy, öt, hat, hét, nyolc, és két, hár, négy, öt, hat, hét, nyolc. Nagyon jó. Alkossanak párokat. Elnézést. Tom? Beállhatok én is. Sajnos nincsen szabad táncpartner. És mi van vele? A fiatalember megtanulná, de fél az érintésektől. Reménytelen esett, sajnálom. Jó, alaplépések. Hello, Jennifer. Tom? És? Te is szeretnél? Hm? Igen? Méghozzá veled. Velem? Nem, az nem megy. Megpróbáltam, de... Nézd, itt hozzád érnek, és a lélegzet... Az izzadság. Az üzletedbe is minden nap bemennek a vevők. Azt is elviseled. Nem érek hozzá a vevőimhez, és nem is jönnek ilyen közel. Hát, ha csak ez a bajod... Egy pillanat. Mit csinál ott? És? Így jobb? Nem is tudom. Ez meg mire jó? Engem nem zavar, ha titeket sem. Légy kicsit bázra, Patrick, mert megéri. Na jó. Egy tánc, több nem. Na jó. Kezdjük előről. Tom? Megint az alaplépések. Jól van, bal lábbal indulj. És egy. Aztán jobbra. Két. Így, ez az. Igen? Igen. Szóval jó. Így. Igen. Remek. Igen. Nagyon jó, egyre lazább lesz. Álljon csak meg, alaplépés. Kicsit közelebb. Engedje le a vállát. A súly a láb előső részén. Nagyon jó, fejed fel. Egy, két, kettő, három. Nagyszerű, nagyon jó. Egyre lazább lesz. Jó lesz. És egy... Ryan elaludt a kanapén. Bevigyem az ágyba. Ma este hazamegyek. Haza. Aha. Kell egy kis idő. 7 évvel ezelőtt eltemettett Franket a parton. Maradjon így. Ennyi lenne? Félretéve. Csak így egyszerűen. Nem mondtam, hogy egyszerű lesz. De mit tudsz róla? Lehet, hogy börtönben ült. Arról csak tudnék. Rendőr vagyok. Mind azt hittük, hogy tengerbe fúlt. Nem ismered, Sophie? Már nem. Talán nem is. Nem is ismerted őt igazán. Ő Ryan apja. Sokkal inkább vagyok az apja, mint Frank valaha is lesz. Drágám, gyere, kiviszlek. Gyere.
Holnap nem kell elhoznod a suliból. Szabadnapos vagyok. Jó étjuhem. Ez jót tesz. Már nem is sírsz annyit. Ez nagyon, nagyon szép este volt, Lucius. Köszönöm. Én köszönöm neked. Mit? Hogy semmire sem panaszkodtam neked. Nem hittem volna, hogy ezt mondom. De örülök a holnap estének. Ma estének? Rég nem maradtam ki ilyen későig. A tangó miatt. Jó ét, Lucius. Jó ét. Jaj, ne! Ne sírj, édesem! Em? Erin? Későn jöttél haza. Milyen volt? Nagyon jó volt. Ez szerint jó táncpartnered volt. Lucius. Lucius meg nem arra tangózik? Nem egészen önként, de nagyon jó. Jó reggel, drágám. Na. Jaj, ne. Úgy. Már ébren vagy, szívem. Igen. Erin, most meg hová mész? Aludj csak. Jó reggelt! Jó reggelt! Hol van Erin és Peter? Peter az istálóban, Erin már akkor elment, amikor felkeltem. Tudod, mi ez? Erin mindig ebből ad Sarának. Ebből ad neki? Ezt honnan vette? Dr. Flanders írta fel neki. Majd felhívom. Felébresztetted Paulát? Nem kell már, készen is vagyok. Jó reggelt! Jó reggelt! Paula! Mi az asztalra? Beviszem az iskolába. Nézd, papa, mennyi kicsinye van? Ó, ennek már lába már is háromnak van. Is van lába. Nem csoda, hogy Sophie-nak szüksége van egy kis időre. Ez az egész helyzet nem normális. Tudom, hogy Sophie szerette Franket, de meghalt. Eltűnt. Megint másodhegedűs vagyok. Ugyan jó, ez butaság. És ezt pont te mondod, hm? Martint választottad. Ha Frank nem tűnik el, Sophie most a felesége lenne. Szép helyet választottál. Ezen nem nevetek. Sajnálom. Nem viccnek szántam. Minek is jöttem vissza? Arról mesélj, hogy miért mentél el. Amikor megkértél, hogy legyek a férjed, minden tökéletes volt. Hihetetlen. Azt hittem, nem állok készen erre, nem lennék jó férj. Nekem? Hiszen szerettelek. Sophie, szeretlek, ahogyan még senkit nem szerettem. Világossá vált számomra. Most?
Abban a hitben hagytál, hogy meghaltál. És most jössz a nagy szerelemmel? Ryan tényleg a fiam? Igen. Életem legnagyobb tévedése volt, hogy elhagytalak. Ne kövesd el te is ezt a hibát. Adj még egy esélyt. Boldoggá teszlek, Sophie, téged és Ryant. Engedd, hogy egy család legyünk. Család? Csak így? A történtek után? Mit mond a szíved? Ahó, köszönöm, ez kedves tőled. Ezt megvehet. Jó, rendben. Jó reggelt. Mi is jó reggelt. Jó reggelt. Jennifer, hívja fel nekem dr. Flanders-t. Az lesz az. Dr. Winter? Igen? Elvihetnék néhány gumikesztyűt és szájmaszkot. Minek az magának? Azért, mert Patrickkel tangózom. És kell felszerelés. Értem. Talán tánc közben végre elmondja, miért hagyta itt a rendelőnket. Magába szeretett. Belém. Hogyan már? Csak azt nem mondja, hogy nem vette észre. Maga lenne az egyetlen Balimarában. Nem mondja. Senki nem hiszi Balimarában, hogy... Vagy tényleg ezt hiszik? Nem, hogy hiszik, de tudják. Patrick! A következőt. Ilyen nincs. Anne! Anne! Mi a baj? Nem láttad Ant? Nem, vásárolni ment. Mit keresel? Sarah gyógyszerét. Nem láttad valahol? Egy ilyen kis üveg. Hogy jön ahhoz, hogy a lányomnak egy ilyen nagy dózisú vaskészítményt írjon fel? Ez teljes képtelenség. Mi? Hogy a feleségemnek írta fel? Na jó, az persze más. Bocsánat, dr. Flanders, nem akartam, hogy... Igen? Jó, viszont hallásra. Jennifer? Igen? Mennem kell. Vészhelyzet. Legfeljebb egy óra. Aki nem tud várni, jöjjön vissza később. Vészhelyzet. Lucius! Te mit csinálsz? Én semmit. Tangót táncolsz. Csak gyakorlom. Önként? Először nem hagysz békén, utána meg azt mondod, hagyjam abba. Nem tudnád eldönteni? Ne kényszerítsd rám az életedet úgy, hogy aztán panaszkodsz, hogy megtetszett a dolog. De hát nem kényszerítettelek. Már nem is veszed észre. Nem tudom, mi frusztrálóbb. Lucius! Lucius!
Peter? Igen. Tudod, hol van Erin? Igen, azt hiszem a másik legelőn. Köszönöm. Ja, várj csak, Martin. Mi az? Mondd csak, nem tudod, mi van ennel? Fogalmam sincs, mégis mi lenne? Hát, egyszerűen olyan felvillanyozódott. Talán a tangózás miatt lehet, nem? Hát ez az. Nem is mesélte, hogy mi volt tegnap. Csak azt tudom, jó, későn ért haza. Ja, nagyon későn. Miért nem mentél vele táncolni? Mert néha egy trampli paraszt vagyok. Erin! Erin! Mennyit adtál ebből Sarának? Honnan vetted? Már mióta keresgélem. Mennyit? Mennyit? Miért? Dr. Flanders mondta, hogy ez segít. Neked segít, neked, Erin. A szülés után, a szoptatás idején, neked, de nem Sarának. De miért? A vas jó a babának. Minden újság ezt írja. De túl sok belőle veszélyes lehet. Mióta adod neki már? 2-3 napja talán. 3 nap alatt beadtad neki az egész üveggel? Az utóbbi időben sokat sírt, és azóta szinte nem is sír. Azért, mert apatikus lett, és szorulása is van. Mondd, ezt nem vetted észre? Mit akarsz ezzel? Te miért nem vetted észre? Mert nem is férek hozzá, mintha rosszat akarnék. Nem tudtam, hogy meg akarod ölni a lányunkat. Lucius, ne ijeszteges! Hazavigyelek? Még ecetet és olajat kell vennem. Van időm! Ennyi szatyor! A sok cipekedés nem jó a gerincnek. A szabad idődben miért játszol doktorosdit? A táncpartneremmel kivételt teszek. Még a végén... Elfáradsz estére. Parancsolj. Köszönöm. Tadam, tadam. Tadam, tadam. Tadam, tadam. Jaj. Valamit elvesztettél. Mit akarsz? Nem tudom, hogy is mondjam el. Sophie el fog hagyni. Gondolom, jobb, ha tőlem tudod meg. Miért? Mert ezt akarod? Ryan miatt. Ő a fiam, az én vérem. Mi a kedvenc színe? A tésztát szereti, vagy a krumplit? Hogy hívják a plüss állatkát, amivel este elalszik? Nagy a szád, Frank. De semmi több. Megértem, hogy nagyon fáj neked. De mit tegyek, ha vissza akar kapni? Nem tudom, hol voltál az utóbbi években. És miért? De kiderítem, mérget vehetsz rá. Mindig is engem szeretett. Gondozta a sírodat, és ennyi. Juan, nyugodj bele, kérlek, hogy a te helyed marad a kispad. Juan, teljesen elment az eszed! Frank! Gyorsan hívd Martint! Thank you.
Sara már jobban van. Peter vigyáz rá, ha lenne valami. Erin. Az életemet adnám Saráért. De hogy azt mondod, meg akarom ölni. Igen, tudom. Jó. Akkor ne mondj ilyet. Igen, hibáztam. De hogy rögtön gyilkosnak nevezel. De, igen, túl messzire mentem, de ez nem változtat azon, hogy... Nem vagyok rossz anya. Igyekszem mindent jól csinálni. És vedd már föl a mobilodat. Halló? Martin, figyelj. Volt egy kis vitánk Frank meg köztem. Mi történt? Egy kicsit vérzik. Talán össze kell varni. És hol vagytok? Itthon nálam. Megyek. Mi történt? Joan és Frank összeverekedtek. Ajaj. Beviszem az istállóba, és megyek veled. És Sara? Nem hinném, hogy rám akarod bízni Sarát. Patrick. Ez abszurd. Jennifer, hozzám jöttél, vagy nem? Igen, én el akartam mondani, hogy hálás vagyok, hogy megmentetted a nővérem életét. De ezt már elmondtad. Igen, tudom. Csak mert tudod, ha együtt tangózunk, előfordulhat, hogy az érzelmeinket rosszul értelmezzük. Zavar a szájmaszk és a kesztyű? Nem! Hanem micsoda? Azt mondom, hogy egy dolog a tánc, és más a szerelem. És most mi ketten csak... Táncolunk. Pontosan. Ma este? Igen, igen, ott leszek. Viszlát este. Ez csak ideiglenes. A rendelőben összekapcsolom. Azt mondta, hogy elhagysz. És megütöd? A helyet, hogy velem beszélnél? Elhagysz érte? Mit akarsz hallani? Igen vagy nem? Nem tehetek úgy, mintha nem létezne. Nem halt meg, és ő Ryan apja. Igen vagy nem? 4 nap múlva esküvő. Én ott leszek, remélem, hogy te is. Elég ennyi? Majdnem. Mi kell még? Táncra is perdülnék, ha hallom. Akarsz táncolni? Nem, csak azt mondtam, perdülnék. De hát csak szólj! Lucius! Szabad lesz? Tiszta bolond vagy, hallod? De vallom, hogy nem tudtam. De egy ideje sejtettem. Amint az injekció hat, összekapcsolom majd. Kellene még pár adat. Micsoda? Születési dátum, cím, biztosítási szám. A Balimara Innben lakom. Egy szálloda a címe. Pillanatnyilag nincs más.
De van biztosítása. Az van. Na jó, legalább ennyi. Hol hagytad Sarah-t? Peter gondoskodik róla. Mióta? Mi van Martinnal? Semmi. Nevetséges. Remélem nem tesz feljelentést. Erre most nem lenne szükséged. Nem jelent fel. Nem tiszta a fickó, érzem. Csak nem tudom bizonyítani. Tudjátok, hol volt az utóbbi években? Sejtelmem sincs. Jó, akkor ezt kell kiderítenünk. Jó, de hogyan? Volt 7 éve, hogy eltüntesse a nyomokat. Ewan, mindenki hagy nyomokat maga után. Ó, Miss Marple. Pont olyan okos, de nem olyan vén. Szabad? A beteget kérdezd. Hogy vagy? Túl fogom élni. Osztom a véleményét. Elvileg készen is vagyunk. Ha van valami, kint leszek. Pillanatnyilag mindenkit nyomaszt a helyzet. Nyomaszt. Nem teszek feljelentést. Ezért jöttél, nem? Köszönöm. Ryan az én fiam. Dönthetsz Ewan mellett, de ő akkor is az én fiam marad. Soha nem mondtam mást. Jó. Szeretném megismerni. Rendben van. Mikor, az esküvő után? Ha már megnyugodtunk. Nagy hibát követsz el, Sophie. Az eszedre hallgatsz. Nincs lakcím, csak a bármerei szálloda. De ott van a biztosítási száma. Ismered Sophie kollégáit. Tőlük megtudhatod, hol élt az utóbbi években. Elnézést. És? Nem jelenti fel. Abbey Islanden szebb az esküvő, mint a börtönben. Gyakrabban kellene bevásárlás után piknikeznem. És engem is meghívni. Ez ám az élet. Rossz hatással vagy rám, Lucius. Túl kevés spontán dolog van az életemben. Mi tart vissza? A korom, a hétköznapok, nem is tudom. Régen Peter mindig meglepett valamivel. Ezért is imádtam. De változnak az idők, és a mostaniak is nagyon szépek. Kéti szerencsés, hogy ilyen jó táncos a partnere. Még eszébe nem jut valami más. Kéti mindig lerohan valami új ötlettel. Néha úgy érzem, nem is az enyém az életem, hanem az övé. Hát szerezd vissza az életedet. Detto. Igazad van. Nekem is az kell. Detto. A piercing okozta gyulladás gyorsan elmúlik. Tessék, váltsd ki a patikában, és legközelebb hamarabb gyere. Hála Istennek, ez kimaradt az életemből. Várjon csak. Hóla és Sarah még felnőnek. Kösz a bátorítást. Megmondtam Patricknek. Mit? Hát, hogy nincs értelme annak, hogy szerelmes belém. Nem így direkt, de nagyon világosan. Biztos ebben? Szerintem megértette. Hogy nincs értelme? Magának hiányzik Patrick, mióta nem jár a rendelőbe.
Patrick megmentette donorként a nővérem életét. Ezért hálás vagyok. De szeretné? Patrick Sinclair a legkomplikáltabb férfi, akit el tudok képzelni. Nem mindig a nő a bonyolult lélek egy kapcsolatban. Macsó. Önfenntartási ösztön. Patrick nagyon kedves fickó. Kicsit háklis, de van egy jól menő tea üzlete. Gondolkodjon el rajta. Szép estét. Műtét után Sarah miatt aggódtam, hogyan viseli el. De hát tudhattam volna. Annyira szerettél volna gyereket, és ez a műtét. Bár visszaszívhatnám, amit mondtam neked. Tényleg veszélybe sodortam Sarah-t? Az anyja vagyok. Kell lennie bennem valaminek, amiből tudom, hogy mi helyes. Nem vagyunk gépek, Erin. Emberek vagyunk, hétköznapiak, és hibázunk. És néha nagy a teher rajtunk. Figyelj, tedd meg a kedvemért, hogy eztán közösen hibázzunk, és ne hidd, hogy nem veszem ki a részem benne. Jó szülők vagyunk. Mi vagyunk neki. Velünk kell megelégednie. Igaz? Tom! Ébredj fel! Zenét kérek. Figyeljenek az ütemre. Mindenki az óramutató járásával ellentétben indul el. És egy, két, három. Nagyon jó. Fej egyenesen. Remekül megértik egymást. Nagyon jó. Csak így tovább. Ha tudná, hogy nem egy pár vagyunk. Biztos csalódott lenne. Figyeljenek a zenére. Ne aggódj, a szájmaszk és a kesztyű is terén. Nem aggódom. Azt akartam mondani, hogy ma különösen csinosnak talállak. Ezzel a szájmaszkkal, komolyan? Gyere. Próbáld meg talán anélkül. Biztos vagy benne. Hagyja, hogy vezessék. Fej egyenesen. Több szenvedélyt. Így jó. Mehet. Uh-huh. Jól vagy. Igen. Eleve így kellett volna kezdeni. Mr. O'Malley? Miért nem megy be? Én? Nem. Tegnap nem tudtam eljönni, de mára meggyógyult a kolléganőm. Így hát itt vagyok. Akar fellépni? Igen, köszönöm. Jó, így? Tudta, hogy ők ketten... Csodálkoztam is, mert Ann nem akarta, hogy elkíséljem. Legszívesebben bemennék, és kiverném a balhét. Szerintem ez nem jó ötlet. Na, nem megyek be. Nem is tudom, kire haragszom jobban, rá vagy magamra. Nem.
Szia, Martin! Erin azt üzeni, hogy ne aggódj, de valamit el kell intézniük Juennel. Elmondta, hogy mit? Engem ne kérdezz, a nők és a titkaik. Viszlát később. Ja. Valami baj van, Peter? Tegnap este láttam Ant táncolni Lucius-szel. Na és? Hát nem is tudom. Gondatlan voltam. Ahelyett, hogy ennél törődtem volna, el voltam saját dolgaimmal. Fontosabb volt az esti pohár viszki, mint hogy elvigyem valahova. Te tudod a legjobban, hogy a házasság nem csak nagy pillanatokból áll, hanem hétköznapokból. De a hétköznap nagy pillanatok nélkül enni és Lucius közt megvolt az, ami valaha köztünk is megvolt. Tudod mit? Én nem hiszek az ünnepekben, amik mindent pótolnak. Abban hiszek, hogy beszélgetni kell. Nem egymásról, nem mellé beszélve, hanem egymással. De kinek mondom én? Biztos vagyok benne, hogy megoldod. Viszlát! Amint megjönnek az eredmények, jelentkezem. És? Elgondolkodott rajta? Mégis mi? Nem, vagyis igen. Valahogy... Döntetlennek hangzik. Patrick tegnap már szájmaszk nélkül táncolt velem. Oh, ez komolynak hangzik. Amit iránta érzek, az hála, nem más. Uh-huh. Ha maga mondja. Miss Belmont, kérem. Add ide az ásót. De nekem is mindjárt kell a kertembe. Sietek. Mit ültetsz oda? Papaját. Ezen a vidéken? Ez merész? Olyan szép a neve. Tudok segíteni? Segítesz papaját ültetni? Merész ötlet. A nagyi is ezt mondta. Hát, két ember, egy gondolat. Milyen volt tegnap a tangózás? Jó. És ma este még egyszer... Aztán vége, ugye? Ma van a harmadik este, és igen. Minden másnak is vége lesz, nem? Mire gondolsz? Nem akarlak elveszíteni, Ann. De hát biztosnak kell lenned. Nem voltam biztos. Azt hittem talán, hogy a mikorunkban... De megértettem. Peter... Azt hiszem, mégse papaja lesz, inkább virágok. A virág mindig jó. Gyere, segíts nekem! Ryan! Gyere ide! Van egy meglepetésem. Van ilyened? Várj, hol kell bekapcsolni? Itt. Versenyautók vannak rajta. Figyelj, a mama úgy gondolja, hogy ismerjük meg jobban egymást. Mit gondolsz? A hozzá kedved? Nem tudom. Én is izgulok. De én vagyok az apád. Menjünk el sétálni, fagyizzunk, cukrászdázzunk, hm? Oké? Na, gyere! És a cuccaim? A tanítónéni majd intézi, he? Gyere!
tojás, májkrém és igazi vaj. Mivel érdemeltem ki? Zsarnok vagyok. Nem, nem vagy. De jót akarok neked. De nem lehet úgy, hogy az életedet közben pokollá teszem. Láttalak tegnap táncolni Ann O'Malley-vel. Ott voltál? Kint álltam az ablaknál. Megalázó volt, olyan gyerekes ott állni. Kitén? Hadd mondjam végig, csak most az egyszer. Kérlek. Nem tudok megváltozni, és nem is akarok. Vagyok, aki vagyok, de mégis meg fogom próbálni. Egyes dolgokban, de nem kapsz minden reggel ilyet. Egy évet sem élnél túl. Mintha az orvosom lennél? Nincs orvosod, mert orvos vagy, szóval így kell beszélnem. Íme az ajánlatom. Döntést akarok, Lucius. Nem mellébeszélést, látszat megoldásokat. Az kínos lenne. Ja, a cukor! Mi a cukor? A négyes úton baleset történt. Jól van. Legközelebb lassabban, Morin. 301-es kocsi, jelentkezz. Igen, Mike, a körúton vagyok. Figyelj. Igen? Kiderítettem, hogy Juel ma reggel Timbarába ment. Timbarába? Olyan messze? Jó, köszi, viszhal. Steven, ebben a hónapban harmadszor voltál túl gyors. Túl sok pénzed van? Elnézést. Megrev. Mikor történt? Le tudja írni Ryan barátja a férfit? Rendben, már is megyek. Az iskolába kell mennem. Teljes gázzal! Az Istenért indulj! Nem, Sophie, a fiú nem látott többet. Oké, okay, köszönöm, Connor. Gyerünk, gyerekek! Mindenki! Igen? Anya! Ryan! Hol vagy? Nálam van, az apjánál. Hol vagytok? Hát kirándulunk. Hogy jobban megismerjük egymást. Figyelj, Frank! Nem viheted el Ryan tanítás közben kirándulni. Nem hagytál más választást, de csatlakozz hozzánk. Akkor mondd meg, hol vagytok. Találkozzunk Juan hajójánál. Ja, és egyedül gyere, csak a családommal szeretnék együtt lenni. Jó, egyedül megyek. De Frank, ne bánsd. Sophie, Ryan a fiam. Ryan! Mit szólnál hozzá, ha elkötnénk Juan bácsi hajóját, és a mamával együtt hajókáznánk egyet? Szuper! Gyere! Juan? Nem, én vagyok az Erin. Juan hol? Mellettem ül, most jövünk Timbarnából. Igen, azt tudom. Mit csináltatok ott? Mondd meg, hogy legyen óvatos. Sophie, Frank Lampard veszélyes ember. Most beszéltünk a feleségével. Frank nős? Már akkor is az volt, mikor megismerkedtetek. Végig kettős életet élt, míg együtt voltatok. Ezt nem hiszem el. Két gyerekük született. A nő el akar válni. Ezért jelent meg nálam. Most jövünk a kórházból. Frank megverte szegényt. Légy vele nagyon óvatos, ez a fickó. Sophie, ott vagy még? Mi történt? Letette. Üdv a fedélzeten! Szia, drágám! Nézd, mit kaptam Franktől! Szép! Gyönyörű ez a hely!
Hát nem? Szeretek itt lenni. Miért hívtál ide, Lucius? Kitty azt hiszi, hogy elhagyom. Félek, Peter, ugyanezt hiszi rólam. Látták, ahogy táncolunk. El akarod hagyni Kittyt? Kitty azt mondta, hogy először utáltam, aztán egyszer csak beleszerettem a tangózásba. És igaza volt? Mint meg annyi másban is. Ez a két este, a tangózás, sose felejtem el, de... Tudom, mit akarsz mondani. Ugyanazt, amit én. Még egyszer? Zene nélkül? Ha odafigyelsz, a tenger zúgása is tangó? Ez hiányozni fog. Ilyen nincs. Eltűnt a hajó. A többiek nem engednék, hogy valaki kihajózzon vele. Kivéve, ha Sophie is a fedélzetem van. Ez fáj? Igen. Mióta vannak fájdalmai? Oh, 3 napja. És sugárzik a lábába? Mi lett a meccs eredménye? Vesztettünk. Elnézést. A felesége az azt mondja sürgős. Elnézést. Hozzak egy pohár vizet? Igen. Haló? Martin, muszáj segítened. Sophie eltűnt. Figyelj, beteg van nálam. Nem mehetek el megint. Sophie Frankel és Ryannel kihajózott. Biztos nem önként. Nagyon aggódom. Gyere ide, légy szíves. Nehogy megint rosszul legyen. Na jó. Jennifer, most megyek. Kitartás. Oh. Na, így tökéletes. Én, te, a fiú, egy család. Mit mondaná nejed, ha hallana a mi családunkról? Juan Timbarában járt. Igen, őt választottam, akkor nem téged. De most... Egész idő alatt hazudtál. Patricia ikreket várt. A kettős élet kicsit fárasztó volt. Szerettelek, Sophie. De nem hagyhattam cserben. Honnan tudhattam volna, hogy te is... Menjünk vissza, Frank. Nem értesz engem. Egyszerűen nem érted. Ryan a fiam, ti vagytok a családom. Nem vagyunk a családod. Nem szeretlek már, Frank. Anya! Azt hiszitek, csak úgy félretolhattok? Anya! Előbb az egyik, aztán a másik. Mit képzeltek? Kik vagytok ti? Anya! Állj már fel. Gyerünk! Be kell venni a tablettákat. Milyen tablettákat? Ezeket szedi. Ott! Ott vannak! Engedj ide. Helyre fog jönni? Azt hiszem, igen.
Ez a te hibád! Nem akarom, hogy te legyél az apám! Hé, fiam! Hallottad, nem lesz semmi baja! Ne, engedj el! Ryan, az apád vagyok. Csináld, amit mondok neked. Hagyja békén a gyereket! Maradjon ki ebből! Ryan, azonnal gyere ide! Ryan! Aj, hagyja Ryan! Már a gyereket! Teljesen meghibbant! Mi a fene bajod van? Elég lecsen! Frank! Vagy nem állok jót magamért? Hagyjátok abba! Na gyere! Mi is megyünk. Én is megyek. Joanne. Viszlát. Hát valami jó is kijött belőle. Végre belement a műtétbe. Történt. Hol vannak a többiek? Betegek. El tudod ezt képzelni? A tánctanár beteg, megfertőzött két tanulót, és én mag egészséges vagyok. Hogy lehetséges ez? Érzem a pulzusomat, hőmérőztem, vérnyomást mértem, és semmi. Oké, akkor táncolhatunk. De nem lehet. Miért ne? Minden itt van. Nem lehet, hogy mi ketten csak úgy... Miért nem? Arra megyünk, jó? A rendelőnkbe, Patrick. Mert másik orvosom van. Ez nem igaz. Áruld el. Nem akartalak látni ezzel a Hubspital-lel. És miért nem? Mert én... Igen. Mert szeretlek. És mit csinálnak a szerelmesek? Mit? Csókolóznak. Ja. Sophie McGrew,
Akarod-e Yuen Kincaidet férjedként szeretni, tisztelni, jó és rossz időkben, míg a halál el nem választ? Ha igen, mondd, igen akarom. Igen akarom. Mostantól férj és feleség vagytok. Így? Megcsókolhatod a menyasszonyt. Csókot! 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 Köszönöm. Gratulálok. Gyere ide. Sok boldogságot. Gyere. Még mindig haragszol? Egy kicsit. És kicsit kínozol még. Szívesen tenném. Nézd azt a kedvet. Túlságosan szeretlek. Gyertek már, mert éjjel halunk. Annyi év után is úgy szeretik egymást, mint az első nap. Gondolod? Hogyan csinálják? Nem tudom, talán ahogyan mi. Ehhez hozzá kell szoknod. Mindig csókolóznak. Kikér meggyes sütit?